Köszöntöm minden kedves nézőmet, a mai napi hősünk Soldier 76, azaz 76. Ő az egyik kedvenc karakterem. Nos, nem azért, mert annyira szuperhíró akar lenni, hanem hát az eddig játszott játékokban is általában mindig az övéhez hasonló karakterekkel nyomultam, és hát lényegében ezért, hogy ő bele vagyok a legrutinosabb talán, ha ezt így szabad mondanom. Ó, mennyi monitor, hát ezek nem tudják a 4K-t, úgyhogy inkább lerombolom őket. Hát amúgy se kell ez a sok diagram minek ide, de azt észrevettétek, hogy miután leesett a falról, még azután is mutatja a képet? Hát de már nem kap áramot, hogy? Na, de mindegy. A lényeg az, hogy már elpusztítottuk a monitoroknak a 80-85%-át, és hát a Hearthstone-nal is hasonló bánásmódban részesítettük, úgyhogy hát azt nem sikerült kivégezni magam körül minden. Nagy fanya vagyok én ám ennek, bizony. Nos, lassan oda kéne menni. Nem, még valamit meg akartam nézni, mert mindig itt pörgettem idáig ezt a táblát, de még sose graffitiztem rá. Egy kicsit késik a graffiti, nem baj. Nos, a mai napi pályánk az King's Row lesz, de gondolom ezt már levágtátok abból, hogy kezdődött a játék. Mi vagyunk az atakok, Soldierrel fogunk menni, mert vele még nem mentünk. Hát lassan már szűkül azoknak a híróknak a listája, akikkel úgy nagyjából tudok is játszani, úgyhogy majd idővel el kell kezdenem tanulgatni meg azokat a hírókat is, akiket idáig nem részesítettem előnybe, hát a support az majd érdekes lesz. Mondjuk egy Mercyvel hogyan fogok akármilyen darálás végezni, de hát majd megpróbálom, aztán majd kiderül. Hó, hát egy Reinhard elállja az utunkat, itt hát általában akkor most meg kell próbálnunk megkerülni a dolgokat. Jó, van egy videomakerünk is, egy Diva, Reaper. Idáig ennyit láttam, talán még egy Junkrat is feltűnt a színen, hogyha jól láttam, nem vagyok benne biztos, nem, nincs egy Junkrat. Hanem. Hát a Mercyt ezt most elkergettük, jó van. Az a baj, hogy ahhoz képest, hogy nem valami bivaj erős hero, elég nehezen szoktam tudni megölni. De Reapert azt most telibe kaptuk, jó van, de nem halt bele. Idáig tetszik a kör, de hát sokszor kezdtem már jól a támadásokat, aztán a végén csúfos kudarc lett a vége, úgyhogy majd kiderül. Egyelőre meglapulok itt a sorokba, és hagyom a többieket kibontakozni. Nem mindig nekünk kell a középpontban lenni, mert az nem is egy tesz jót az egészségünknek, mert akkor hamar ránk szegeződik az ellenség figyelme, és onnantól kezdve már akarni fogják a halálunkat, az nem jó. Higgyétek el, nekem az nem. Jó van, hát most itt oldalból megsorozzuk őket, ez azért is jó, mert nem nagyon tudja Reinhardt védekezni, mert nem tudja úgy befordítani a páncélját, hogy minden szögből védve legyen. Közben egy Reaper is feltűnt a színen, hála égnek ez a fosztosabb fajta. Ó, de közben jött Diva. Hát, most elnyomtam az ultimat, tudom, hogy ennek így nincs értelme, de legalább addig ő se lő. És most egy kicsit lehúztuk a HP-ját, én meg egyelőre még élek. Úgyhogy idáig mondjuk sikeresnek mondható a mission. Közben a többiek is felsorakoztak és már befolytak az ellenség területére. És hamarosan szerintem megkezdődik a pontnak a húzása, Reinhardt újból itt van a színen. Megint megpróbálom itt oldalról bántam, az Úristen, ennyire rám vertek a lapáccsal. Hála égnek van most support, úgyhogy ó, ez az, el tudtuk intézni, most Reaper, jó van, ő is elhalálozott. Törbjön próbálkozik ott a háttérben, ezek szerint a Turret az még él. Videomaker ott van fönt az ablakban, Mercy-t kéne elkapni. Megint megpróbál egy Turret-et lerakni, és vele sikerült végezni, Mercy-vel is sikerült végezni, és már csak egy Diva van itt hátra, de azt egyelőre meghagyom a többiek, nem, mert Videomaker közben feltűnt ott az egyik ablakba. És hát Soldier azért elég ellenálló fajta, viszont headshotokat ő se nagyon bírja, szóval hát igen. És megszereztük az ötödik áldozatunkat. És az egy Genji, jól látom, igen, az egy Genji volt. Én nem is nagyon láttam, hogy került ez ide. Ó, minden esetre meghalt, és Diva újból feltűnt a szíven, elnyomta az ultiát, menekülés. Ó, hála égnek sikerült kivürkeülni a veszélyes zónán. És Mercy-t elkaptuk, jó, és most meglett a multink, gyerünk, támadni kéne, jó, Diva sikerült elkapni, most ott a túretet, közben hellellem is itt a többieket, meg magamat. Jó van, sikerült megszerezni a pontot, úristen, óóó, mindjárt, és a payload menti meg az életemet, emberek, a payload! Ó, meg faraz, jó van. Reinhardt már nem elintéz, hogy ne legyen videó. De hála égnek megmenekültem a halál szorításából, úgyhogy köszönöm szépen. Köszi payload. Ez nagyon kedves volt tőled, hogy pont beálltál a Reinhardt útjába és nem kent szét a falon. Hát ilyen se volt még. Na szóval. Folytassuk a kis köröskénket, ott megy Turbion, hát bele sikerült végezni, aztán most ott tényleg egy Junkrat volt, de lehet, hogy csak a szemem káprázott. Mercybe is belengedtünk egy keveset, de hát ez megmenekült, mint mindig.
És megy tovább a payload, de én most megint próbálok egy kicsit kerülni, mert ilyenkor mindig az ellenség általában a payload és rá koncentrál is annak környezetére, közben a Genji is itt tólálkodik a fejünk felett. Húzál innen, de nagyon gyorsan, na jó, innen menni kéne, mert rossz helyen vagyunk. És hát általában mindig a payloadra szoktak figyelgetni, és hát annak a területére koncentrálják az útikat és hasonló formákat. Én meg mindig így oldalról próbálom őket mindig kizökkenteni a koncentrációból és elterelni a figyelmüket, hogy addig is tudjon haladni a payload, meg hát nem tudom, nálam ez vált be. Tehát ha nem működött volna ez a technika, akkor nem használnám, de mivel működött, így úgy vagyok vele, hogy hát miért is ne. És megint itt van az ellenség a közelbe. Úgyhogy megint kerülök itt oldalról. Az a szerencsé ilyenkor, hogy itt vannak általában ezek a kis helles csomagoskák is, így eldugva szélre, meg hát innen nem is szoktak úgy annyira rám számítani, úgyhogy én rendszeresen ilyen olyan helyeken rólálkodok. Jó, tudom, észre, sokan megjegyezhettétek volna már, hogy igen, hát az Overwatch az egy csapatjáték, ezt én is aláírom. Viszont én általában, hát most hát nem általában, mindig szólóba játszok, nem azért, mert annyira szeretek szólóba játszani, hanem egész egyszerűen, hát én este 11 és 1 óra között van lehetőségem arra, hogy kiéljem a gamer ösztöneimet. Úristen, úristen, egy Genji! Hát és a Dragon Blade, úgy futni kéne, nincs kedvem, hogy szétszedjen. Úgyhogy most gyorsan elszaladok előle, hát ha nem tud lekövetni. Soldierben még az a jó, hogy tud sprintelni, úgyhogy nehezen tudják követni. Háreinek azt hiszem túléltem, jó van. És most vissza is tértünk ide a színre, jó van, itt vannak még a többiek is, ugye ez a Dragon Blade-del annyira nem lett eredményes ez a Genji. És hát most Soldier próbálom meg itt elkapni, de hát az már élelmesebb volt és elbújt előlem. Áj, és innen is elbújt, szakadj meg. Hát jól elnyomtam ezt az útit. De szóval hát nekem olyan nagy lehetőségem nem nagyon szokott lenni általában, hogy csapatban játszok, annál is inkább este 11-kor már hát ágyban vannak a gyerkőceim és stb. És ezzel az a probléma, hogy a TeamSpeak-et se tudom ilyenkor használni, mert kusba kell, hogy legyek, úgyhogy megmaradtam solo playernek. Hát most srácok, ez van. Majd egyszer, hogyha lesz annyi szabad időm. Úristen! Két Reinhard, menekülés, menekülés, Isten, akarok meghajni. Ez az, de még ezek követnek, futni kell tovább, jó van. Hát mi lehet ezeket, idáig nem volt két Reinhard, csak egy. Jó lesz így majd izé, hát most visszavonulót kell fújni, mert nagyon belehúzott most a védekezésbe az ellenfél, hát ezt a Mercy csak el kéne kapni, de hát állandóan úgy repked, hogy egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy maradt a Reinhardok pusztítása módszeresen, hát kérdés, hogy azokat a páncélokat mennyire tudjuk leküzdeni. És sikerült, egy-kettőt megöltök, a kurva Mercy megfeléleztett őket. Jó, kezdhetjük előről a munkát, fiúk, jó van, most megint kerülök egyet, mert most nem maradok itt előttük, mert nagyon útban vannak. Aztán vagy jó lesz, vagy nem, kérem szépen hölgyeim és uraim, hú, hát ez félelmeztő volt. És hát még egyelőre a többiek is jól állják a sorat, ez úristen, mi fanyit. Szét akarnak kenni minket, nem vagyunk mi pudingok. Ez az a para legalább felülről jól megküldte őket, hogy törjön, és hát vele sikerült végezni, megvan a 15. megölt áldozatunk is, és most belehúzhatunk, mert úgy nézem, hogy megöltünk mindenkit, a payload hamarosan beér a célba, kérem szépen, hölgyeim és uraim, úristen, de megint itt van a két Reinhard, és já, Istenem, já, itt a multit el kell, hogy nyomjam, és sikerült életbe maradnom, ez az, köszönöm szépen, triple kill, ó, és victory, és nem haltam meg, kurva jó volt ez a mérkőzés, kérem szépen, hölgyeim és uraim, hú, rég izgultam ennyire, megmondom nektek őszintén, nos, íme, itt látható az eredmény, hát nem élettem a play of the game, hát csodálkozom is, pedig azért a hármas gyilkolás elég szép volt, de hát nézzük, mit alkotott Reaper, hát gondolom, nem tudom, most itt eléggé, úristen, ez sem volt rossz. Így most már értem miért. Nos, hölgyeim és uraim, ez lett volna a legújabb videóm Soldier 76-el. Remélem tetszett ez a rövidke kis műsor, amivel szolgáltam nektek. Találkozunk egy újabb híróval, egy újabb epizódba. Sziasztok!